Lengyelországban méretette meg magát a nyíregyházi Kántémusz kórus család Kántémusz gyerekkara. 13. alkalommal rendezték meg Nyíregyháza testvérvárosában a Gaude Cantem nemzetközi versenyt. Bieszkó Bielában 13. alkalommal rendezik meg a Gaude Cantem nevezetű versenyt, amelyen úgy látom, hogy a története során azért elsősorban a lengyel kórusoknak a nagy kihívás. Mindig megjelenik egy-egy külföldi kórus is, de a lengyelek többségben vannak. Ebben az esetben például a 23 kórusból 20 lengyel volt, és csak 3 volt külföldi. 2 cseh országból érkezett, és egy Magyarországról érkezett kórus. Hogy miért mentünk oda? Hát talán azért, mert a polgármester úr megígérte, hogy elküldi a Cantemus kórust erre a versenyre, hisz Nyíregyháza és Bieszkó Biela testvérvárosok. Egy testvérvárosi találkozó alkalmával a lengyel küldöttség hallott bennünket énekelni, és hát hallható és látható volt, hogy nagyon tetszett nekik. Mi nem ismertük még a Bieszkó Bielai kórus lehetőségeket, de most, hogy hazajöttünk, már látjuk, hogy ott kiváló kórusok vannak ebbe a városba. Sőt, ennek a versenynek a nagy díját az elmúlt 13 alkalommal talán 4-szer is éppen a Bieszkó Bielaiak nyerték. Most majd meggondolják, hogy még egyszer oda hívnak-e bennünket. A lengyelországi eseményen dr. Úrik Attila Nyíregyháza alpolgármestere is részt vett, aki elmondta, nagyon büszke volt a nyíregyházi gyerekekre. Hozzátette, Szabó Dénes, Kossuth és Liszt Díjas karnagyon nevezett művésze maximális elismerést érdemel, hiszen fantasztikus munkát végez és mindenhol bebizonyítja nagyságát, amerre jár a világban. Nagyon-nagyon szépen énekeltek, és én néztem a zsűrit. A zsűrinek az arcát, amely 6 olyan emberből állt, akinek rezzenéstelen és nagyon-nagyon szigorú volt az arca, és láttam, hogy felfelnéznek a kottából, a papírból a pontozás közben, és már akkor lehetett érezni azt, hogy a kezdeti bejövés után a Cantemus kórus megbecsülésben fog részesülni. Azt, hogy ilyen nagyban, ezt azért nem sejthettük. A megmérettetésen 23 felnőtt, ifjúsági és gyermekkar vett részt, ebből 20 volt lengyel és mindössze 3 külföldi. Ezért is nagy dolog, hogyha a díjat is megkapott a nyíregyházi kórus és karvezetőjük. A gyerekeknek óriási élmény volt a verseny. Állni a színpadon és úgy ott állni, hogy mi nyertük meg a nagy díjat, az egész versenyt, nagyon-nagyon felemelő érzés, és hogy az egész énekkar ott állt, ez a közösség, Teljesen felemelő érzés, és ez a boldogság, ami mindenkit eltöltött, az nagyon jó érzés volt. A versenyre való felkészülés során sokat próbáltak a gyerekek, de a színpadra állva már nem is emlékeztek a nehézségekre. A felkészülés az elég kemény volt, viszont amikor felmentünk a színpadra, akkor eltűnt minden izgalom, és megcsináltuk, amit meg kellett, és sikerült mindent jól elénekelni. A Cantemus gyermekkar megkapta a gyermekkari kategória első helyét, a legjobb gyermekkarnak járó zsűri külön díjat, a legjobb külföldi kórus díját, a Katowicei Zeneakadémia nagy díját, a nagy díjat és Szabó Dénes karnagya a legjobb karvezető külön díját.